Na sziasztok, én most kifejezetten egy emberhez szeretnék szólni. Szerintem mindenki tudja, hogy ki az az egy ember. Úgyhogy igazából el is kezdeném. Van egy kis probléma. Tehát van egy kisebb probléma. Most nem tudom, mennyire látszik itt mögöttem. Hullik a hó. Na, úgyhogy szeretnék a Hole anyóhoz szólni, hogy jobban rázzad a paplant, hogy jobban hulljon ki belőle a hó, hogy legyen legalább 10 méteres hó, hogy ne kelljen tudni iskolába menni senkinek, mindenki maradjon otthon a picsába, a gép előtt, és nézzék a videóimat, ne pedig a iskolába fázzanak. Mert a tanároknak a praktikus válasz az szokott ez lenni, vagy kérdése, hogy minek jöttél be iskolába azért, mert otthon nincs fűtés. Anyátok picsáját! Mi az, hogy nincs otthon fűtés? Melegebb van otthon, bazza, mint az iskolába. Ne hülyék vagytok ti? Ez a tipikus hülye válaszuk. Miért jöttél be az iskolába? Otthon nincs fűtés, bazd meg! Hát otthon melegebb van, mint az iskolába. Na, úgyhogy hullik a hó, úgyhogy mindenki örvendezzen. Öltözzenek új ruhába, anyák napja haj... Ja, ez nem az a hely? Azt hittem ez az. Mert teljesen össze vagyok zavarva, mert most nem tudom, most húsvét jön, vagy még most jön a karácsony, vagy én nem tudom, mert hogy hullik a hó, és akkor most jött te idáig a izé. A hóesés. Én nem tudom, most teljesen össze vagyok zavarva, máskor még ilyenkor kezdődik a karácsony. Szerintem mindenki maradjon otthon, mert ez még a téli szünetnek a ideje. Még most kezdődik. Még most kezdődik a téli szünet igazán. És olyan érdekes, mert ugye most lett vége a téli szünetnek, de mindig akkor esik a hó, mikor már vége van. Úgyhogy mindenki maradjon otthon, még most kezdődik a téli szünet. Ezt én mondom nektek, még most fog kezdődni. Nehogy már egész idáig téli szünetben lófasz nem volt. Most, hogy mindenkinek iskolába kéne mennie, esik ez a geci. Na nehogy már. Mindenki maradjon otthon, én is itthon vagyok, nézzétek meg hány óra van, mindjárt mondom. Amikről rá lesz írva. Én is itthon vagyok. Na nehogy már. Majd az iskola befolyásol itt engem. 13 óra 30-kor. Anyátok picsáját! Na. Jó van. Itthon vagyok a kis szamarammal. Szamárka, szamárka. Meg a kiskutyámmal, aki most a másik szobában van. Mert ott kicsit melegebb van, úgyhogy én is mindjárt megyek oda. Lefekszek mellé, aztán alszunk egyet. Na jó van, sziasztok!